Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a kedves testvéreim, ezt a Szent Misét élő Balázsért és Glória testvérekért ajánlom föl. Mai napon magyar szentek és boldogok emléknapját üljük. Azokat a szenteket ünnepeljük, akiknek erekét templomaikban tiszteljük. Mai napon nem csak rájuk emlékezünk, hanem mindazokra a szentekre is, akiknek nincs külön ünnepük, de itt éltek magyar földön, akár a honfoglalás előtt, akár utána. Névtelen magyar szentek ők, egyháziak és világiak, férfiak és nők, akik hősi fokon gyakorolták a keresztény erényeket. Vannak köztük olyanok, akiket népi kegyelet és emberemlékezetet meghaladó kultusz övez, de köztük vannak a hétköznapok ismeretlen hősei és szentjei, a mindennapok vértanúi és Istenbe temetkezett misztikusai is. Magyar földből sarjadtak, és így különösen is számíthatunk testvéri segítségükre Isten színe előtt. Kérjük a mai szentmisében az ő közben járásukat. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy az Úr megtisztítsa szívünket, és így tudjunk részt venni a mai szentmisében. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk! Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, te megadtad, hogy egy napon ünnepeljük a magyar szentek és boldogok dicsőségét. Kérünk, hogy sokszoros közben járásukra árasz bőven reánk nagy irgalmadat.
Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány a bölcsesség könyvéből. Így szól az örök bölcsesség. Szeressétek az igazságot, ti földkormányzói. Gondoljatok az Úrra jó lélekkel, keressétek őt szívetek egyszerűségében, mert azok találnak rá, akik nem kísértik őt. És azoknak kinyilvánítja magát, akik benne bíznak. Az aljas gondolatok ugyanis eltávolítanak Istentől. Aki pedig Isten hatalmával balgán szembeszáll, elnyeri büntetését. Mert nem tér be a bölcsesség a gonosz szándékú lélekbe, és nem vesz lakást olyan testben, amely a bűnnek szolgál. Hisz a fegyelem szent lelke menekül a hamisságtól. Távol tartja magát az esztelen gondolatoktól, és visszariad, ha igazságtalanság közelít. A bölcsesség emberbarát lélek ugyan, de nem hagyja büntetlenül a káromló ember ajkának vétkét, mert Isten belelát a veséjébe, ismeri szívét és hallja szavát. Az Úr lelke ugyanis betölti a földkerekséget, és aki befogadja, befogja a mindenséget, azt tud minden szóról. Ez az Isten igéje. Vezess Uram, az ő élet biztos útján. Vezess engem, Uram, az ő élet biztos útján. Uram, Te megvizsgálsz és jól ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha fölkelek, gondolataimat messziről is ismered, szemmel tartod jártamat keltemet, jól látod minden utamat. Vezess engem, Uram, az ő élet biztos. Az örök élet biztos.
Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Egy alkalommal Jézus így beszélt tanítványaihoz. Lehetetlen, hogy botrányok ne forduljanak elő, de jaj annak, aki azokat okozza. Jobb lenne, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe dobnák, mint hogy egyet is megbotránkoztasson ezek közül a kicsinyek közül. Vigyázzatok magatokra. Ha vét ellened testvéred, fedd meg, de ha megbánja, bocsáss meg neki. Még ha napjában 7-szer vét is ellened testvéred, de 7-szer fordul hozzád, és azt mondja, megbántam, bocsáss meg neki. Az apostolok kérték az Urat, növeld bennünk a hitet. Az Úr így válaszolt, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, és azt mondjátok ennek a szederfának, szakadj ki tövestől és verd gyökeret a tengerben, engedelmeskedik nektek. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, Jézus így szól, lehetetlen, hogy botrányok ne forduljanak elő, de jaj annak, aki azokat okozza. Ha megértjük Jézusnak ezt a szavát, megértjük azt, hogy botrányok, bűnök, zavaros dolgok, rendezetlenségek vannak, voltak is, lesznek is a környezetünkben is. És nem tulajdonképpen nem arra kell nekünk figyelni, hogy ezek most vannak és hogy ezeket meg kell szüntetni, és akkor ezen feszülünk, hanem arra kell koncentráljunk, hogy én nekem ne legyen részem benne. Nekem ne legyen közöm hozzá, illetve ha a felelősségem az, hogy tudok valamit tenni ellene, akkor tegyem meg. Tehát, hogy én ne legyek részese ennek a botránynak. Sem azért, mert csinálom, sem pedig olyan módon, hogy tehetnék ellene, de nem teszek ellene semmit sem. Ezt azért fontos megértenünk, mert nagyon sokszor az van, és azt látom, hogy jönnek emberek, és mondják, hogy ez a baj van, az a baj van a környezetében, hogy a rokonságban, hogy veszekednek, vagy hogy mit tudom én, hogy nem házasodnak összerendesen, meg hogy, és szinte belebetegszik az illető abba, hogy mennyi, hogy nem jól mennek a dolgok. És meg kellene változzanak a dolgok, de nem változnak meg a dolgok, és feszül, görcsöl, erőlködik az illető, és álljon meg a menet. Te neked ne legyen részed benned. Te légy tiszta szívű. Ezt mondja Jézus. Lehetetlen, hogy ne legyenek botrányok, lesznek úgy is. De te légy tiszta szívű. Ez az, amit meg tudunk tenni. Egyetlen ember van ezen a világon, akit meg tudunk változtatni, az saját magam vagyok. És azért vagyok felelős, hogy ez a szív itt, ez tiszta legyen.
És hogyha belegondolunk, hát hogyha Isten megengedi, hogy ezek az emberek ezt a bajt, botrányt csinálják, hogy rossz úton járjanak, hogy vétkezzenek, hogy rendezetlenül éljék az életüket. Ha Isten megengedi, akkor ki vagyok én, hogy én miért ne engedjem meg? A megengedés az nem azt jelenti, hogy közömbös vagyok, hanem attól még lehet, hogy csendesen szépen imádkozom értük, és megteszem azt, ha valamit tudok tenni az ügy érdekében, csak nem szakadok bele, nem betegszek bele, nem őrülök bele abba, hogy valami nem jól van, és meg kell változtatni, de nem tudom, de meg kell, de nem tudom, de meg kell, és nyek. Tehát, hogy ettől kimél meg az Úr bennünket, mert ennek semmi értelme nincsen. Nem tudunk mindent megváltoztatni, nem is kell mindent megváltoztatni. Ugyanakkor viszont ott van az öröm. Az öröm hír viszont az, és nézzük innen a problémát, a dolgot, hogy megadatott nekem az, megadatott neked az, hogy te vagy az, aki megviheted az öröm hírt a sötétségbe, aki világosságot vihetsz a sötétségbe. Megadatott neked ez a kegyelem, és ennek az örömében éljünk. Ne azon keseregjünk, hogy mennyire rossz a világ, hanem annak örvendjünk, hogy és én vagyok az, aki megkaptam a Szentlélek világosságát, bennem lakik a Szentlélek, és én, ahol sötétség van, ahol gonoszság van, oda én világosságot és szeretetet tudok bevinni. Mekkora ajándék, milyen kitüntető, örömteli dolog ez. És ennek az örömében élhetünk. Tehát, hogy ez egy valódi öröm az, hogy tudom vinni az örömhírt, hogy tudok hatással lenni a dolgokra, hogy tudok jót tenni. Azt viszont el kell engedni, hogy majd megyek és megváltoztatom a dolgokat. Ez jó szándékú dolog, persze, de el kell engedni. Mert ez nem működik, hogy megyek és mindent megjavítok, mindent megcsavarozok, mindenkit kijavítok, mindenkit átváltoztatok, és akkor hátradőlök, hogy most már rend van a világban. Ha Isten nem teszi meg, akkor te se feszülj ezen. Engedd el. De annak viszont örvendj, hogy be tudsz vinni valami világosságot ebbe a sötétségbe, hogy tudsz bevinni szeretetet oda, ahol nincsen szeretet, és lehet, hogy nem fog megváltozni a világ, de te voltál az, aki tudtad ezt vinni. Nem a saját szeretetünket visszük be, hanem Istennek a szeretetét. Azt, amit tőle kapunk. Azt a világosságot és azt a szeretetet, amit kapunk, megtapasztalunk tőle, ezt bevihetjük a sötétségbe. Ez egy olyan örömteli szolgálat. Tudom azt is nyilván, hogy ez egy másfajta szemlélet. Hogy a problémákat nehéz lesz innen nézni. És hogy én ezt most így elmondtam, és a következő fél órában, ha eddig nem ment, nem fogod tudni másképpen csinálni. De hogyha erre figyelünk, ha ezt újra és újra átgondoljuk, és ezen dolgozunk, akkor idővel ez a látásmód, amikor eddig csak innen láttam a problémát, lehet, hogy egy idő után már innen fogom látni a problémát, és béke lesz a szívemben. Amen. Kérjük testvéreim a mindenható Atya Istent, hogy Szent Fia által árassza kegyelmi ajándékait a hívekre és a főpásztorokra, akiket az egyházban egyesít a Szentlélek. Őrizd meg, egyesítsd és kormányozd Szent Egyházadat. Kérünk téged, tartsd meg Szent Atyánkat, Ferenc pápát épségben és biztonságban Szent népednek kormányzására. Árasz Szent Lelked világosságát az egyház főpásztoraira és papjaira. Adj az egész kereszténységnek békességet és egyetértést. Mutasd meg jóságos arcodat a betegeknek és a szenvedőknek. Kérünk, hallgass meg minket. Adj örök nyugodalmat elhunyt testvéreinknek. Kérünk, hallgass meg minket. Magyar szentek és boldogok közben járását kérve fordulunk hozzád, Urunk. Áld meg népünket, nemzetünket, védj meg minket minden bajtól és veszélytől.
és vezess bennünket az örök élet felé, Krisztus, ami Urunk által. Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Urunk Istenünk, fogadj jó szívvel könyörgéseinket, és hogy oltárod szolgálatára méltók legyünk, a magyar szentek közben járásával segíts és oltalmaz minket, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a veletekkel. Emeljük föl szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, kit szentjeidnek serege áld és ünnepel, mert megkoronázott bennük a kegyelmedből szerzett érdemet. Az ő szent életük példakép számunkra, s mert egy közösségbe tartozunk, közben járnak értünk nálad, hogy fölbátorodva tanúságtételük által az előttünk álló pályát győzelmesen fussuk végig, és hervadhatatlan koszorút nyerjünk velük együtt, Krisztus, ami Urunk által. Ezért, miként az angyalok és főangyalok, a szentek hatalmas seregével együtt dicséretet himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük. Könyörögve kérünk tehát, jóságos Atyánk, Fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, fogadd el és áld meg ezeket az adományokat és ajándékokat, ezt a szent és tiszta áldozatot. Elsősorban szent és katolikus egyházadért ajánljuk fel neked. Tartsd meg békében, őrizd meg egységben, és vezesd az egész földkerekségen, szolgáddal, Ferenc pápánkkal, Péter főpásztorunkkal és minden igaz hívővel, akik a katolikus és apostoli hitet hűségesen őrzik és vallják. Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról, Balázsról és Glóriáról. Emlékezzél meg minden jelenlévőről is, akinek hitét és buzgóságát ismered,
akikért ezt a dicsőítő áldozatot felajánljuk, vagy akik ezt felajánlják önmagukért és övéikért, lelkük megváltásáért, üdvösségük és épségük reményében, és hódolatukat bemutatják neked, az örök, élő és igaz Istennek. A szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk mindenek előtt a dicsőséges, mindenkor Szűz Máriáról, Istenünk és Urunk Jézus Krisztus édesanyjáról, valamint Szent Józsefről, a Szent Szűz jegyeséről, Péter és Pál András apostolaidról, vértanúidról és minden szentedről. Az ő érdemeikért és könyörgésükre add, hogy mindenben érezzük oltalmadat. Kérünk Istenünk, fogadd meg engesztelődve ezt az áldozati adományt tőlünk szolgáidtól és házad egész népétől. Irányítsd a te békédben életünk napjait, ments meg minket az örök kárhozattól, és védj föl választottaid körébe. Áld meg Istenünk bőséges áldásoddal ezt az áldozati adományt, tedd rendelésed szerint magadhoz méltóvá és előtted kedvessé, hogy legyen ez számunkra szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak teste és vére. Ő ugyanis szenvedésének előestén tiszteletre méltó szent kezébe vette a kenyeret, és szemét az égre emelte, te hozzád az Istenhez, mindenható atyához, majd hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy tiszteletre méltó szent kezébe vette ezt a csodálatos kelyhet, majd ismét hálát adva áldást mondott, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Áldozatot kérdezzük, Urunk, és elhalljuk felkámlásra, amíg el nem jössz. Megemlékezünk ezért, Istenünk, mi a te szolgáid és a te szent néped, fiadnak, Krisztus Urunknak áldott szenvedéséről, a halálból való föltámadásáról, dicsőséges mennybe meneteléről, és ajándékaidból felajánljuk magasztos fölségednek ezt a tiszta, szent és szeplőtelen áldozati adományt, az örök élet szent kenyerét és az örök üdvösség kelyhét. Nézd kegyes és jóságos szemmel, és fogadd el, amint elfogadtad igaz szolgádnak Ábelnek ajándékát, ősatyánknak Ábrahámnak áldozatát, és azt a szent és szeplőtelen áldozati adományt, amelyet főpapod Melkizedek mutatott be neked. Könyörögve kérünk mindenható Istenünk, szent angyalod vigye áldozatunkat mennyei oltárodra, isteni fölséged színe elé, hogy mi, akik erről az oltárról fiat szentséges testében és vérében részesülünk, minden mennyei áldással és kegyelemmel elteljünk. Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról, akik a hitjelével előttünk távoztak el az élők sorából, és a béke álmát alusszák. Kérünk, Urunk, hogy nekik és minden Krisztusban elhunyt hívőnek add meg a boldogságot, a világosságot és a békét a te országodban. Nekünk is bűnös szolgáidnak, akik irgalmad bőségében bizakodunk, adj kegyesen közösséget szent apostolaiddal és vértanúiddal, Jánossal, Istvánnal, Mátyással, Barnabással és minden szenteddel, és kérünk, bár meg nem érdemeljük, irgalmadból mégis bocsáss be minket szentjeid körébe. Istenünk, te mindezeket a javakat mindenkor Krisztus, ami Urunk által teremted, szenteled meg, élteted, áldod meg és adod nekünk.
Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, amen. Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a veletek. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten bárány. Uram, nem vagyok méltó, hogy elég mondva jöjj, hanem csak egy mondjuk el együtt a lelki áldozás imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök létre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen.
Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, minden vigasztalás és béke Atya, add, hogy házad népe, mely szentjeid ünnepén neved dicséretére összegyűlt, egyszülött fiad misztériumaiban részesedve elnyerje az örök élet zálogát, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A szent mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja, könyörgésünket meg ne vess szükségünk idején, hanem oltalmaz meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk, engeszteld meg nekünk, szent fiadnak, ajánlj minket, szent fiadnak, mutasd be minket, szent fiadnak. Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban. Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére.